Rendkívüli testületi ülést hívott össze Szabó Péter polgármester Pakson. Zárt ajtók mögött ingatlanvételről döntöttek a település elöljárói. Paks új városközpontjának a kialakításához a Táncsics Park a volt konzervgyár területén és a Nyárfa utca között területfelvásárlásra van szükség. Az állam is szeretné itt kialakítani egy integrált katasztrófavédelmi rendészeti igazgatási központot. Ennek megfelelően az államtitkárság kérésére dél felül, a Nyárfa utca felül kezdtük el ezeknek az ingatlanoknak a vételét, illetve a vételi ajánlat megtételét. Ennek megfelelően a Nyárfa utcától északra található 13 ingatlan tekintetében kezdik meg első körben a felvásárlást. Két sportlétesítmény kialakítására is sor kerülhet a Gesztenyés út Pollák Mihály utca találkozásánál, ahol új sportcsarnok és jégcsarnok épülhet. Nem az önkormányzat építi ezt a két csarnokot, hanem számunkra csak a tulajdonviszonyok rendezése volt a feladat, azaz itt is az ingatlanok megvétele. Itt is megtörtént az értékbecslés, megtette az önkormányzat a vételi ajánlatot a tulajdonosok számára. Amennyiben nem fogadják el a tulajdonosok a felajánlott összeget, kisajátításra kerülhet sor ezeken a területeken. Az ehhez szükséges forrás az önkormányzat rendelkezésére áll, hiszen a magyar kormány 8 milliárd 17 millió forintot biztosított a város részére még múlt év végén, melyből többek között a területek kivásárlását is megkezdheti Paks.